Új helyre költözött a Hegyvidék Galéria. A Királyhágó téri kiállítóhelyen sokféle művészeti programot, például múzeumpedagógiai foglalkozásokat is rendeznek majd. Nők 40, már 186 ezeren vettek részt a programban. Prevenció. Egyedülálló szűrőprogram zajlik a Korányi Intézetben a tüdőrákos megbetegedések visszaszorítása érdekében. A Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Átadták a Hegyvidék Galéria új kiállítóhelyét a Királyhágó téren. A különleges kialakítású térben a kiállítások mellett sokféle művészeti programot, például múzeumpedagógiai foglalkozásokat is rendeznek majd. A galéria korábban a Városmajor utcában működött, most nem csak nagyobb lett a tér, de az intézmény megközelítése is egyszerűbbé vált, ennek köszönhetően pedig várhatóan még több látogatót vonzanak majd a programok. A korábbi kissé eldugott Városmajor utcai épületből ebbe a világos, tágas épületbe költözött át a Hegyvidék Galéria, amely mostantól a Királyhágó téren várja kiállításaival az érdeklődőket. Pokorni Zoltán polgármester szerint az épület központi elhelyezkedésének köszönhetően az emberek jobban felfigyelnek majd a galériára, és így többen térnek majd be egy-egy kiállítás megtekintésére. Azon kívül, hogy itt egy nagyon szép belső térben bemutatjuk a kerületi fővárosi művészek munkáit, az oldalsó kis teremben a gyerekek számára tudunk ilyen művészeti vagy múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervezni, és ez az elképzelés él bennünk. Talán még pár asztal is elfér, ahol egy kávét meg lehet inni. Szeretnénk, ha idővel a téren is megjelennének kulturális rendezvények, események, és lakhatóvá válna a városnak ez a része. És valóban abban bízunk, hogy ezek idővel összeállnak, és egyfajta főutcát hoznak itt létre. Az épület terveit a Moholy Nagy Művészeti Egyetem diákjai készítették, akik évfolyam munkaként kapták a feladatot, hogy kialakítsák a galéria belső terét, illetve annak logóját. A galéria nyitó kiállítása stílusosan az első címet kapta. A 20. századot felölelő tárlaton egykori neves hegyvidéki művészek munkáiból látható kiállítás. A kiállított festmények, bronzszobrok mindegyike egy különleges világba enged bepillantást az érdeklődőknek, mondta Keserű Katalin művészettörténész. A galéria jövőben kerületi és fővárosi művészek egyedülálló munkáit szeretné bemutatni, illetve előadásokat, filmvetítéseket, valamint a galériában található kis teremben a gyerekek számára művészeti, múzeumpedagógiai foglalkozásokat is terveznek. Mi, mint ugye a kerületnek a művészeti intézménye, szeretnénk elérni azt, hogy minden, ami művészeti program, az előbb-utóbb itt realizálódjon a Hegyvidék Galériában. Tehát szeretnénk megemlékezni minden olyan neves évfordulóról, ami művészethez kapcsolódik, itt nem csak kerületiekről, hanem országos művészeti évfordulókról is. Ehhez előadásokat, filmvetítéseket szeretnénk szervezni. Szeretnénk olyan eseményeket is, ha a filmvetítésről beszéltünk, ami ugye mondjuk egy olyan Kossuth-díjas filmművészt meghívni, akinek mondjuk kiállítást konkrétan a falakon nem lehet szervezni, de egy beszélgető estet igen. Tehát egy ilyen kerekasztal beszélgetésekkel, filmvetítésekkel tarkított kiállításokat szeretnénk a jövőben ajánlani a kerületieknek. A megújult galéria tervei szerint különleges tárlatokkal várja azokat, akik a hegyvidéken szeretnének feltöltődni művészeti élményekkel. A nyitó kiállítást március 3-áig tekinthetik meg az érdeklődők. Eddig már 186 ezeren vettek részt a Nők 40 programban. A lehetőség azoknak szól, akik 40 év munkaviszony vagy jogosultsági idő után, még a nyugdíj korhatár elérése előtt szeretnének nyugdíjba menni. A Nők 40-nel szeretnénk visszaadni a nagymamákat a családoknak. Ez a célja a 2011-ben elindított Nők 40 programnak. Novák Katalin család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár elmondta, az elmúlt 5 évben 186 ezeren vették igénybe a kedvezményt, jelenleg pedig 140 ezeren élnek a lehetőséggel. Kifejezetten azoknak a nőknek szól, akik 40 év munkaviszony vagy 40 év jogosultsági idő után a nyugdíjkorhatárt megelőzően szeretnének nyugdíjba vonulni, illetve élnének ezzel a lehetőséggel. A Nők 40-nek a szabályai az általános nyugdíjjogosultsági szabályoktól eltérő szabályok, ahogy mondtam, ez sokkal inkább egy családpolitikai, mint sem nyugdíjpolitikai intézkedés. Alapesetben a 40 év jogosultsági időből legalább 32 évet kell munkajövedelem utáni járulékfizetéssel igazolni,
tehát munkával tölteni, és legfeljebb 8 évet lehet gyermeknevelési időként beszámítani a jogosultsági időbe. Tehát ez nem gyermekenként meghatározott idő, hanem összesen 8 év. Azoknál az anyáknál, akik fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg gyereket nevelnek, akár 10 év jogosultsági időt is beszámíthatnak. Azokban a családokban pedig, ahol 5 vagy több gyermeket neveltek fel, legalább 25 év munkaviszonyt kell igazolni. A Nők 40 programra tavaly 200 milliárd forintot fordítottak a központi költségvetésből. Egyedülálló szűrőprogram zajlik a Korányi Intézetben a tüdőrákos megbetegedések visszaszorítása érdekében. A cél az, hogy a betegséget a lehető legkorábbi stádiumban fedezzék fel azoknál, akiknél a daganat kialakulásának magas a kockázata. Itt lehet látni, hogy itt van ez a nagy fehér folt, tehát itt van egy olyan eltérés, aminek nem lenne szabad ott lennie. Egy tüdőrák szűrésen átesett beteg pozitív leletét mutatja az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főorvosa. Világszerte évente 14 millió új rákos megbetegedést diagnosztizálnak. Az esetek közül a legnagyobb arányban a tüdőrák fordul elő. Magyarország világ első, ha a tüdőrák okozta halálozást nézzük, pedig a megbetegedések jelentős része megelőzhető lenne. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 2013-ban indította el Huncsász nevű tüdőrák szűrés célzó kutatási programját. A programnak a legfontosabb eleme az az, hogy olyan személyeket, akik egyébként egészségesnek érzik magukat, kiválogatunk, illetve jelentkezés alapján besorolunk, akik 50 év fölöttiek, korábban tüdőrákos, vagy illetve egyéb daganatos megbetegedésük nem volt, korábban tüdőműtétjük nem volt. Jelenleg a vizsgálat során az is mindegy, hogy dohányoztak-e életük folyamán, vagy nem. Ez alapján, tehát a dohányzási történetük alapján természetesen ők külön csoportokba fognak kerülni, de a vizsgálatra magára lehet jelentkezni korábban nem dohányos, illetve remélhetőleg jelenleg sem dohányos személyeknek is. A program célja, hogy a tüdőrákot a lehető legkorábbi stádiumában felfedezzék azoknál, akiknél a betegség kialakulásának magas a kockázata. A vizsgálat során először egy légzésfunkciós teszt elvégzésére kerül sor, ezt követően pedig egy alacsony sugárdózisű tüdő CT vizsgálatra, amely a programnak köszönhetően kifejezetten a tüdőben található apró gócok kiszűrését célozza. A vizsgálat maga az röntgen sugárzással működik ugyanúgy, mint a rendes röntgenfelvétel, illetve a CT vizsgálat, tehát nyilvánvalóan ennek van egy sugárterhelése, kisebb, mint egy hagyományos CT vizsgálatnak a sugárterhelése. A betegtől igazából annyit várunk csak el, hogy amikor idejön és beleegyezett a vizsgálatba, fölfekszik erre a vizsgáló asztalra, egy nagy levegőt vesz, ez alatt végigpásztázzuk a mellkasát, ő utána a vizsgálóasztalról leszáll, és tulajdonképpen ezzel neki több dolga nincsen. Utána a képeket a számítógép és a rendszeren keresztül földolgozzuk, és utána két orvos leletezi. A két orvos az azért szükséges, mert ez egy szűrővizsgálat, tehát hogy biztosan ne sikadjon el a szemünk egy esetleges elváltozás fölött. A vizsgálatokra az intézmény honlapján, illetve telefonon lehet jelentkezni. Azok, akik részt vesznek ebben a vizsgálatban, azoknak a kór történetében ne szerepeljen egyéb daganatos megbetegedés, és ne szerepeljen tüdőműtét. Azok a kedves érdeklődők, akiknek az elmúlt két éven belül mellkas CT vizsgálatuk volt, azok se jöhetnek el. És még egy további dolog, ha éppen jelentkezik és egy felső légúti fertőzést kap, akkor meg szoktuk kérni, hogy rakjuk át egy következő időpontra, kb. 12 héttel később, hogy egy esetleges gyulladás ne fedje el az elváltozásokat. Az intézet legfrissebb adatai szerint Budapesten a férfiak között csökken, míg a nők körében évről évre növekszik a tüdőt érintő daganatos megbetegedések száma. Többek között a szűrővizsgálatok és a védőoltás fontosságára hívják fel a figyelmet a méhnyakrák megelőzési hét programjain. A szombatig tartó sorozathoz mintegy 70 település csatlakozott. Magyarországon évente 500 nő hal meg méhnyakrákban, pedig ha időben felfedezik a betegséget, akkor teljesen meggyógyulhat az illető, illetve a védőoltással a betegség kialakulása is megelőzhető. Kötelező ma már felajánlani a 12-13 éves leányoknak a méhnyakrák elleni védőoltást. Elég magas százalékban be is adják, szerencsére be is adatják a szülők a gyerekeknek, de egészen addig, ameddig ez a 100%-ot el nem éri, addig van mit tennünk. És hiába az ellátó rendszer adott esetben világszínvonalú
felkészültsége, hiába a szűrői hálózat kiterjesztése a védőnőkre is, hogyha az egyén, a társadalom, a civil társadalom nem mozdul meg, nem érti meg, nem figyel oda, nem tulajdonít elég figyelmet ennek a lehetőségnek. A Kárpát-medence hagyományainak sokszínűségét mutatja be az Állami Népi Együttes Magyar Rapszódia című előadása. A produkciót legutóbb a MOM Kulturális Központ színpadán láthatta a közönség. Az intézmény egy hetes programsorozattal ünnepli a Magyar Kultúra Napját. Zaklatottság, lendület és sokszínűség jellemzi a Magyar Állami Népi Együttes Magyar Rapszódia című előadását. A produkció a Kárpát-medencei magyarság hagyományaira épül, és egyedi módon ötvözi a népi kultúra egyes elemeit. A Magyar Rapszódia című előadás az együttes észak-amerikai turnéjára készült, így a tengeren túlon is jól ismerik. Legutóbb a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva láthatta a közönség a MOM Kulturális Központ színpadán. Nem csak a Magyar Kultúra Napján, hanem nagyon sok felé játszottuk, sőt szerte a világban. Azt hiszem egy nagyon jó képet mutat a magyarságról. A rapszódia szó az ugye nagy hangulati hullámzásokat, érzelmi hullámveréseket jelent. Mi ezt a mi folklór rapszódiánkban ugyanezt kívánjuk a nézők elé tárni. 32 táncossal, Kubinyi Júlcsi szóló énekével, és hát a kiváló zenekarommal. Hey, fekete faluba, hey, fehér torony látszik, látom a babámat, más ölibe játszik. A koreográfiát különleges elemekkel, fényjátékkal és háttérvetítéssel egészítették ki, hogy az előadás még látványosabb legyen. Az Állami Népi Együttes egyébként mozgalmas évet tudhat maga mögött, és 2017-re is több bemutatót, illetve külföldi turnét terveznek. Ebben az évben Kodályt ünnepeljük. Az Állami Népi Együttes egy Kodály előadással, az a cím, hogy Tánc Kánon, homás Kodály Zoltán, tiszteleg a mester előtt, és azelőtt a szellemiség előtt, amelyet ő képvisel. Természetesen nagyon sokat fogunk utazni szerte az országban, és hogyha minden igaz, akkor külföldön is tudunk szerepelni, Azerbajdzsántól Lengyelországon keresztül, akár éppen Olaszországig. A MOM Kulturális Központ egy hetes programsorozattal ünnepli a Magyar Kultúra Napját. 5 napon át tartó programsorozattal várjuk az érdeklődőket, amelyben a legkülönbözőbb műfajok megtalálhatóak a magyar folklór kincs, a néptánctól, a népzenén át minden megtalálható képzőművészeti fotókiállítás. A tapasztalatok szerint egyre több fiatal érdeklődik a magyar népi kultúra iránt. Bár kismértékben javult a levegő minősége, de továbbra sem vonják vissza a smogriadót. A szállópor mértéke a 10 budapesti mérőpontból 8-nál meghaladta a riasztási küszöb értéket, így a forgalom korlátozás is érvényben marad. Vagyis reggel 6 órától 22 óráig Budapest közigazgatási területén tilos azzal a gépjárművel közlekedni, amelynek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt jelölő kód 0, 1, 2, 3 vagy 4-es. A Richter skála szerinti 2,2-es erősségű földrengés volt Budapest déli részén, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A 13 óra 18 perckor bekövetkezett földmozgást a lakosság is érzékelte. A rengés 3 km mélységben volt, károkról azonban egyelőre nem érkezett bejelentés. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!